Főnök úr, igen, tisztelt miniszterelnök úr, kedves dalmaasszony, hölgyeim és uraim, tisztelt honfitársaim, magyarok határon innen és határon túl. Nemrégiben történész hallgatókkal találkoztam, akik között volt egy fiatal ember, aki a bölcsészkarral párhuzamosan a pszichológia szakot is végezni próbálta. Nem meglepő, hogyha a történelem szemlélet módjára, illetve mindarra vonatkozólag, amit a történelemről gondolt, egyfajta lélektani megközelítés volt a jellemző. Ez a fiatal ember a magyarok 20. századi történelmét az elfojtások történeteként írta le számomra. Az elhallgatások, a szembenézések elkerülésének történeteként. És úgy találta, hogy ezek az elfojtások számos társadalmi, szellemi, lelki kortünetet produkálnak mind a mai napig. E tünetek, ezek a már-már kóros viselkedés minták, nagy része pedig épp a politikában figyelhető meg szerinte. És valljuk meg őszintén, ha a 20. század magyar történelmének legnagyobb traumáira gondolunk, és azok politikai utóéletére, akkor bizony nehéz vitatkozni ezzel az ifjú történészi megközelítéssel. Vegyünk csak sorra néhányat a legfontosabbak közül. Ha időben visszafelé haladunk, itt van rögtön a magyarországi kommunizmus, a magyarországi kommunista diktatúra. A nemzet fél évszázados traumája, amelynek feldolgozatlanságára már Antal József néhai miniszterelnök úr is elhíresült mondatában hívta fel a figyelmet, tetszettünk volna forradalmat csinálni. Hiszen a rendszerváltozás békés folyamata nem csak a jövőt hozta el, hanem a múltat is visszacsempészte mindannyiunk hétköznapjaiba. Nemzeti traumáink feldolgozatlanságára például a 20. század másik nagy nemzeti tragédiája a vészkorszak is, amelyben a szembenézés és a tapasztalatok közös tudásátétele még várat magára. Bár szeretném hinni, hogy ezen a téren is megindult egy jelentős változás az elmúlt esztendőkben, és magam is személyesen köteleztem el magamat, hogy ki tudjon ez az elköteleződés teljesedni. És íme itt van a múlt század nagy nemzeti traumái közül a számunkra is legjelentősebb, Magyarország megcsonkításának, az országgal és a nemzettel szembeni igazságtalanságnak a tanúja, Trianon. Az elfojtás, az emberöltőnyi hallgatás talán itt a legfeltűnőbb, amiképpen annak minden lelki és politikai következménye. Egyetértek azokkal, akik a trianoni traumát nem tartják elbeszélhetőnek, megérthetőnek annélkül, hogy ne beszélnénk közös hazánk, az osztrák-magyar monarchia és azon belül is a magyar politikai elit felelősségéről, hibáiról, vakságáról. És szabad európaiként, apaként, aki a gyerekeire egy békés jövőt szeretne hagyni, egy biztonságban élő Magyarországot és egy háború nélküli Európát, fontosnak tartom azt is, hogy mindannyian képesek legyünk szembenézni azzal, hogy a szomszédos népek ellenségeskedése nem gyógyírt jelentene a trianoni békediktátumra, hanem inkább elgennyesítené ezt a súlyos sebünket. Ugyanakkor, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, a legmélyebb meggyőződéssel vallhatjuk, hogy több nemzedéket megnyomorított az a kommunista gyakorlat, amely a gyökértelen internacionalizmus és Trianon tabuvá tételét kínálta csupán válaszként. A nemzeti oldalt azóta érik méltatlan támadások a bal és liberális erők részéről, itthon és a határon túlról is, a Trianon tabu megdöntése miatt, amióta Magyarországon újra szabad a gondolat és szabad a szó. Pedig az a meggyőződésünk, hogy nem irredenta az, aki nem tűri, hogy a felvidéki magyart leszlovákozza, és nem szélső jobboldali, aki nem tűri, hogy az erdélyi, parciumi vagy a csángóföldi magyar lerománozza bárki is. Pláne ne magyar politikus tegye ezt. Ahogyan nem populista az sem, aki sosem nyugszik bele, hogy a kárpátaljai magyar egyszerűen csak ukrán, a vajdasági magyar szerb, az őrvidéki pedig osztrák legyen. A nemzetek Európájában hiszünk, amely lebontja a határokat, amely átível az államok kicsinyes keretein. Nem kevésbé európai, és nem kevésbé demokrata az, aki teljes hittel kiáltotta, hogy 2004. december 5-e nem lehet megoldás 1920. június 4-ére. Nem megoldás az semmire, csak újabb probléma forrása. Egy be sem hegget sebb föltépése, egy szétszakított nemzet újbóli megosztása. Szégyen és gyalázat, ami 2004. december 5-én Magyarországon történt.
És amikor azt mondom önöknek, hogy a múlt még mindig velünk él, a tagadás, a hallgatás, a felejtés, árulás még mindig itt van, ez nem csak szónoki fokás önmagában. A határon túli magyarokat akkor eláruló miniszterelnök, december 5-e politikusa, ma sem bán semmit, ma sem kérne bocsánatot senkitől, és ma is nemet mondana a határon túli magyarokra. Nemrégiben nyilatkozott erről magabiztosan, kételyek nélkül, még mindig nem érti, még mindig annak a hagyománynak a követője, ami a kommunista diktatúra agymosása, amelyet a kommunista diktatúra agymosása alapozott meg a magyar társadalomban. Még mindig nem érti, hogy ez az esztelen és szívtelen nem elsősorban azt bizonyítja mindenkinek, hogy ő benne és a híveiben meg a szövetségeseiben sajnos még mindig nem zajlott le a rendszerváltozás. Bennük még mindig kommunizmus van. Nemzetietlen, hitetlen és szabadság nélküli világ. És még ők beszélnek korszakváltásról, ők beszélnek a választások fontosságáról, ők beszélnek az új korszakról, amelyet ők akarnak megírni, amely nem az újat jelenti, hanem majd a régit akarja visszahozni 2014-ben. Hölgyeim és uraim, igen tisztelt emlékezők! Trianon története, a külső és belső árulások, a nemzeti és nemzetközi szégyenek története. Több mint 90 éve a világ és Európa elárulta Magyarországot. Aztán a nemzet árulta el saját keresztény értékeit, amikor magával az ördöggel is lepaktált, hogy megpróbálja visszacsalni az ezer éves állam megcsonkítását. Később a magyar kommunisták árulták el a saját nemzetüket, amikor évtizedeken át a hallgatást és a felejtést tették törvényé. Legutóbb pedig a magyar balliberális oldal árulta el a nemzeti közösséget, amikor esztelen és szívtelen érvekkel tagadta meg, átkozta ki a nemzetből azokat a magyarokat, akiknek csak az állampolgársága változott meg 90 éve. Az anyanyelve, a történelme, a kultúrája sohasem változott meg. Legfontosabb célunk nekünk mai magyaroknak, hogy aki magyarnak született, maradhasson a szülőföldjén is magyar. Legyen szó akár a határokon belülről, vagy legyen szó a határon túlról. Akkor is, ha az a szülőföld a politikai földrajz, vagy a közigazgatás szempontjából már nem tartozik a mai Magyarországhoz. Ez nem nacionalista, hanem nagyon is európai érvelés a mi meggyőződésünk és hitünk szerint. Ugyanígy érvel egy dél-tiroli, a katalán és a skót is. A magyarnak sincs kevesebb jussa az európai közösségben, éppen erről szól, erről kellene szólnia az uniónak. Mert az összetartozás kinyilvánítása nem az európai megosztottság akarását jelenti. Sőt, mi modern európaiak abban hiszünk mindannyian, hogy az Európai Unió erősebb önmagában egy gazdasági közösségnél, és akkor lesz valóban erős, hogyha abban mindenki saját maga jogán érzi otthon benne magát. Olyan helynek kell lennie, ahol azok lehetünk, akik vagyunk. Skótok, katalánok, vallonok, flamandok, szászok és természetesen magyarok. Az összetartozás napja ezért a valódi európaiság és a kompromisszumot nem ismerő rendszerváltozás napja is. A közös Európa számunkra nem a nagyhatalmak által diktált gazdasági vállalkozás, hanem agyenrangú felek szabad együttműködése. Európa nekünk nem a nemzeti önfeladásról, valami új internacionalizmusról, hanem a kölcsönösen tisztelt nemzeti önazonosságról és a nemzeti érdek feltétlen képviseletéről szól. Mi a nemzetek Európáját akarjuk, ahol a határ nem elválaszt, hanem mindannyiunkat összeköt. Ahol a nemzeti együttműködés és a nemzetek közötti együttműködés rendszere felülír mindent. Állampolgárságot, országhatárt, politikát és természetesen történelmet is. És ez az együttműködés felül fogja írni Trianont is. Felülírja a Trianon botrányát, ami 90 évvel ezelőtt rajtunk, magyarokon esett meg, és amiért Európa idestova egy évszázada elfelejtette szégyelni magát. Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely nem rest erre emlékeztetni Európát. Ezért nem engedünk a kettős állampolgárság intézményéből, ezért nem engedünk a határmenti együttműködésből, és ezért nem nyugszunk addig, amíg minden szomszédos ország magyar közössége be nem kerül az Unióba, sőt a Schengeni övezetbe is. Mi magyarok 2010 óta új Magyarországot építünk és új Európát, csak olyan Európát vagyunk hajlandóak építeni, amely a trianoni traumára és gyógyírt jelent mindannyiunk számára.
A Nemzeti Összetartozás napja, és ez az emlékhely erről is szól, hogy emlékeztessük önmagunkat és figyelmeztessük ugyanerre Európát. Köszönöm, hogy meghallgattak.